A Nyíregyházi Állatpark 2008 óta tart grévi zebrát. Ekkor érkezett a fajmegőrzési program keretében egy csődör Németországból, majd 2013-ban érkeztek meg kancái, lengyel és cseh állatkertekből Sóstófürdőre. A grévi zebra család igen termékeny, hiszen kifutójukban egy hónappal ezelőtt, két héten belül kétszer is kopogtatott a gólya. A grévi zebra csapat így már 5 tagot számlál, és a park tarzanösvényén ezentúl egy közös kifutóban látható. Ez idáig mind a kis csődör, mind a kis kanca az anyjukkal élt közös kifutóban. Ez így szokás nálunk, hiszen nagyon fontos, hogy felerősödjenek, mielőtt a csapat többi tagja is megismerkedik velük. Most azonban már mind a ketten egy hónapossá váltak, így itt volt az ideje, hogy megismerkedjenek apjukkal is. Ezentúl a Nyíregyházi Állatpark Tarzan ösvényén 5 állatot is láthatnak, hiszen Füles, az apa is csatlakozott a csapathoz. A grévi zebra a legnagyobb termetű zebrafaj, és egyben a legnagyobb vadon élő lóféle. Természetes élőhelyén mindössze 2000 egyed él belőle. A fajt elsősorban élőhelyének szűkülése és a pásztorkodás terjesztése veszélyezteti. Ma kizárólag Dél-Etiópia és Kenya száraz területein, bozótosaiban fordul elő egyre kisebb számban. A többi zebrától eltérően ez a faj nem alkot állandó csordákat, a különböző nemű egyedek véletlenszerűen verődnek össze. A többi zebrafajtól, az alföldi és hegyi zebrától könnyen megkülönböztethető, hiszen hasa töve fehér, és a hátán a gerinc mentén fehérrel keresztezett sáv fut végig, s fülei is jóval nagyobbak. A Nyíregyházi Állatpark igazi kuriózum a zebrafajok kedvelőinek, hiszen a grévi zebra mellett az alföldi zebra két alfaja, a bőm és a Chapman zebra is megtekinthető egy másik kifutóban.